A Szeke Közösség 2022. novemberében elindított egy a városi közügyekről szóló online, nyílt, névtelenül kitölthető kérdőívet. Karácsonyig 383 fő töltötte ki a felmérést, és nyilvánított véleményt a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Ez alatt az egy hónap alatt arra voltunk kíváncsiak, mert hogy itt Szentendrén a városunkkal kapcsolatban sajnos nem túl sok a pozitív hír. Kicsit, ha lehet ezt mondani, bizonyos körökben negatívabb a megítélése az a város fejlődésének, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez mennyire általános, mert ugye az, hogy bizonyos csoportok erről beszélgetnek, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezzel mindenki így gondolja. Viszont a kutatás eredménye az lett, hogy ez a megítélés, ez nagyjából általánosabb itt Szentendrén, hogy a dolgok nem mennek a lehető legjobban, ez mindenképpen kijött a kutatásból, és azt is megnéztük, hogy ennek vajon milyen okai vannak, és ennek a kutatásnak végül is az eredményeképpen két okot tudtunk azonosítani, ami miatt az emberek úgy érzik, hogy talán úgy érezhetik, hogy kicsit negatívabb a város fejlődése az elvárhatónál. Az egyik az a ígéreteknek a nem teljesülése. Ugye most már több mint három éve van a jelenlegi városvezetés, nagyon sok ígérettel hódította meg a szavazók szívét, hogy így mondjam. Viszont ezek közül nagyon kevés teljesült, és ezt sokan így értékelik. Annál is beszédesebb, hogy ugye voltak olyan kérdéseink is, ami arra utalt, vagy arra kérdezett rá, hogy mégis az, aki választad, mert egyébként ez egy anonim kutatás volt, de hogy az, aki választad, az a városvezetésnek a volt szavazója, vagy ellenzéke, vagy a támogatója még most is, vagy sem. Ez alapján tudtuk azt megállapítani, hogy az ígéretek teljesülésével még azok is elégedetlenek, akik a városvezetésnek korábbi támogatói voltak, de még azok is, akik még jelenleg is a városvezetés támogatóinak mondták magukat. Tehát az ő körükben is az ígéretek teljesülését 1-től 5-ös skálán 3,1-re értékelték, ez a támogatók körében. Összességében az összes válaszadók körében pedig 2-est kapott az ígéretek teljesülése összességében. A másik indok, ami alapján talán ez a negatív közhangulat kialakult, az pedig a fejlesztés politika, azon belül is a kormányzata való kapcsolata a városvezetésnek, mert hiába tényszerűen 2,1 milliárd forintnyi forrás csatornázódott Szentendrére az elmúlt három évben. Ugye azt mindannyian tudjuk, ez nem is titkolja a városvezetés, hiszen ez minden héten a kommunikációban benne van, hogy ő nagyon elégedetlen a városvezetés a kormányzattal és a kormányzat támogatásával, és hiába ez a 2,1 milliárd forintnyi támogatás, az önkormányzat folyamatos negatív kommunikációja a kormányzattal, kormányzati segítségekkel kapcsolatban, tehát a fejlesztés politikával kapcsolatban, ez rányomhatja valószínűleg a bélyegét az általános közhangulatra is, tehát az emberek ebből az ellenségeskedésből, békétlenségből eleve úgy érzik, hogy nem mennek olyan jól a dolgok, mint ahogy mehetnének, pedig ez a fajta kommunikáció ugye az önkormányzat irányából ered. A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók hányad része szavazott a jelenlegi városvezetésre 2019-ben, illetve az is, ha ma kellene dönteni arról, hogy a jelenlegi városvezetés folytassa-e munkáját, akkor a kitöltő ezt támogatná-e. Ebből az rajzolódik ki, hogy a válaszadóknak a 19%-a mondta azt, hogy ő erre a városvezetésre adta a voksát 19-ben, most viszont az ő arányuk az 9,8% mindössze, tehát megfeleződött, és másik irányból pedig úgy is meg lehet fogalmazni, az is benne van a kutatásban, hogy 50% a válaszadóknak nem szavazott Fülöp Zsoltra, akik kitöltötték a kérdőívet. Most viszont már azoknak az aránya, akik azt szeretnék, hogy egy új, másik, potensebb városvezetés vigye tovább az önkormányzatot, azoknak az aránya már 70%-ra emelkedett. Tehát ebből látszik, hogy és a többi válaszból is, hogy ez a kiábrándultság, ez tetten érhető. A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozták az egyes szentendrei körülményeket is. A legfontosabb az a közlekedés mindig. Ez egyébként így volt 10 éve, 20 éve, és valószínűleg a város adottságára tekintette 20 év múlva is így lesz, hogy a közlekedéssel a legkevésbé elégedettek a válaszadók. Ebben mondjuk szerepet játszik az is, hogy az volt az ígéret, hogy zöld hullám lesz a 11-esen.
ez egy másik riportot érne meg, hogy ez vajon teljesíthető ígéret volt, de mivel nem teljesült, ezért ez a legnegatívabban megítélt szelete a föltett kérdéseknek. Ezen kívül a városfejlesztés, utak fejlesztése, hiszen ott sem tapasztalható érdemi előrelépés. Rákérdeztünk a város vezetésnek a megítélésére is, az is érthető módon elég negatív, és hát ez a boros hangulat, ez most rányomja a bélyegét a teljes városi közhangulatra. A közvélemény felmérés kiértékelése bármikor elérhető a szeke.hu-n, hangsúlyozta Török Balázs, hozzátéve, a kutatás elsődleges célja az volt, hogy megismerjék a jelen helyzetet. De ennél sokkal fontosabb, hogy a helyiek mit is várnak el a jövőre vonatkozóan, ezért további felméréseket, fórumokat szerveznek majd a témában. Erről a Szeke Közösség hivatalos weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.